Máté evangélium a 13. fejezetében találjátok azokat, amikről ma lesz szó. Ott csak példázat van, talán 7, ha jól emlékszem, most frissen nem számoltam meg. A nagy részét, vagy majdnem mindent át fogjuk itt ma tekinteni. És sárgával emeltem ki mindig azt, hogy melyik a példázat, ugye valahogy mindig azonosítani szoktuk, ez a könyv is, amit mutattam, mindig úgy azonosítja a tartalomjegyzékben, hogy hát a téma, hogy miről szól. Az első az az úgynevezett magvető példázata, ezt emeltem ki ugye sárgával, gondolom olvasható. Azt mondja, hogy azon a napon kimenvén Jézus a házból, tudnék a tanítás nyomán során, leült a tenger mellett, és nagy sokaság gyülekezett ő hozzá annyira, hogy ő a hajóba ment leülni, és az egész sokaság pedig a parton állt. Láttad az előző részt, ott pont hivatkoztam, hogy volt egy ilyen időszak, vagy volt egy ilyen alkalom, amikor ő a víz fölött prédikált, valószínűleg azért, hogy jobban is terjedt a hang, és azután volt valószínűleg az a vihar a tengeren, én is, ha jól emlékszem, erről beszéltem ugye a múlt alkalommal, de úgy tűnik, hogy ez ennek a most következő példázatokban történő tanításnak az utó eseménye volt, tehát ezt követte, hogy így mondjam. És sokat beszélt nekik példázatokban, mondja itt is ugye Máté 13-ban, mondván, ímé kiment a magvető vetni. Ugye régen a vetőmagot úgy maguk került egy ilyen köténybe, ilyen megbudjant, ugye úgy fogták, abba tárolták az emberek, és hogy mentek, próbálták egyenletesen elszórni a magot, tehát hogy is szétterüljön, hogy hát aztán jól tudjon gyökerezni, meg felnőni, és ne zavarják egymást a felnövekvő szálak és kalászok majd. És amikor vetett a magvető, tehát végezte ezt a munkát, ahogy estek a magok, némelyik az út szélére esett, és eljöttek a madarak, és elkapdosták azt. Ilyet biztos láttak az akkoriak is, mi is el tudjuk képzelni szerintem, hogy hát esnek, ahova esnek. Van olyan maga, ami az út szélére esik, az azt jelenti, hogy nem tud, tehát olyan jól látható, a madarak el tudják vinni, meg hát ott eléggé nehéz a tala is neki, még ha próbálkozna is vele, hogy meggyökerezzen. Azt mondja, némely pedig a köves helyre esett, ahol nem sok földje van. Tehát voltak olyan területek, ahol nem az út volt, de nem igazi termő talajra hullott a mag, hanem köves volt a talaj, nem tudott gyökeret ereszteni, ezért elszáradt. Ja, most hát a tíj, és igen, és hamar kikelt, ugye, mert nem volt mélyen, így hamar kikelt, ez fontos, hogy látszólag nagyon jól alakulnak a dolgok. Mivel, hogy nem volt mélyen a földben, ezért tudott hamar kikelni, de hát mivel nem volt mélyen a földben, ezért amikor a nap felkelt, elsült, mert hogy gyökere nem volt, és elszáradt. Ez sem egy jó megoldás. Némely pedig a tövisek közé esett, tehát ahol jó volt a föld, ott voltak már erős és nagyobb növények, és a tövisek felnevekedvén, azok is vele nőttek, megfojtották azt. Ez már a harmadik volt, hogyha figyelitek. Most jön a negyedik, az utolsó. Némely pedig a jó földbe esett és gyümölcsöt termett, némely 100 annyit, némely 60 annyit, némely pedig 30 annyit, és azzal fejezi be, hogy akinek van füle a hallásra, az hallja, hát nyilván nem hallani kell, hanem úgy értettem, hogy akkor értse meg, hogy mit akar ezzel ő mondani. Ennyit hallott tehát a tömeg, ott volt ez a felhívás a végén, ahogy mondtam, ez egy mindennapos életkép volt, hát ugye minden évben vetettek, sőt volt több vetés, azt hiszem korai meg késői vetés is volt ott is, ahogy itt is van tavaszi meg őszi vetés nálunk, csak már nem kézzel jellemzően. És a magyarázatot utóbb kapták meg, de csak a tanítványok. Azt mondja, ti halljátok meg azért a magvető példázatát. Azért, mert előtte tárgyalták, hogy Jézus miért nem beszél velük másként, mint példázatokban, a többiekkel. Ők se nagyon értik a tanítványok ebben a formában. Azt mondta, hogy de nektek azért, a többiekkel szemben azt jelenti, megmagyarázom. Itt 4 vonalat láttok, ha igaz a számok előtt. Itt jeleztem, hogy Jézus itt beazonosítja, hogy az a 4 eset, hogy hova esett a mag, az a 4 talaj gyakorlatilag, mert hát itt erről van szó, az különbözött, az milyen lelki törvényszerűséget, tanúságot akart illusztrálni, ő mit akart ezzel tanítani és illusztrálni. Azt mondja az elsőre, hogy ha valaki hallja az ígét a mennyek országáról, mint most én tanítok, mondja Jézus meg a hegyi beszédben, meg hát végig, amikor én tanítok, és nem érti, tehát valaki hallja, de nem érti, akkor eljön a gonosz és elkapja azt, ami annak a szívébe vettetett, ez az, ami az útfélre esett. Tehát ahogy a madarak elkapják a magot, annyi, hogy esélye lenne arra, hogy ott valami történik. Aztán ugyanez megtörtént, hogy valakik, nem mondjam, tehát füllel a hanghullámokat felfogják,
értik a szavakat, de valahogy a lelküket nem tudja megérinteni, nem tud meggyökerezni, nem történik semmi, és azt mondja, hogy sátánnak gondja van rá, hogy onnan ez a mag eltűnjön, ne maradjon ott, és ne tudjon idővel sem gyökeret verni. Ezt a lelki állapotot jelképezte gyakorlatilag az első eset. Ugye, hadd mondjam, mert már ennek a kapcsán akkor kicsit előjáróban is, hogy a négyféle talaj, ami ez példázatban szerepelt, az gyakorlatilag négyféle lelki alkat, négyféle lelki állapot jelképéül szolgál, tudnék, ami a befogadást, az igéhez való viszonyulást illeti, főleg az első érintkezés során. Ebből már akkor azt is elmondom előre, hogy ugye egy volt jó, arra emlékeztek az utolsó, három nem, de az a három is különböző okból, tehát három tipikusan nem szerencsés, nem pozitív alapállapotot és fejleményt ábrázolt Jézus ezzel az első három talajformával, az elsőt már érintettük, mindjárt jön a másik kettő, és ez mind érdekes és tanúságos. Ugye rögtön nézzük is akkor, melyik volt a második. Azt mondja, amelyik pedig a köves helyre esett, ez az, tehát az a hallgató típus, hogy így mondjam, aki hallja az igét, és mindjárt örömmel fogadja. Tehát igen, ő reagál, pozitívan hat rá, úgy fellángol, így is mondhatnánk, de nincs gyökere benne, hanem csak ideig való, mihelyt pedig nyomorgatás vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal megbotránkozik. Modern szóval ezt úgy mondanánk, hogy felszínes az érdeklődése. Nem jelenti azt, hogy nem őszinte, nem jelenti azt, hogy nem lelkesíti, de azt jelenti, hogy nem tud olyan mély gyökeret venni benne ez a téma, nem tudja olyan mélyen a befolyás alá vonni az életét, hogy amikor egyéb körülmények rosszul alakulnak, akkor ennek elsőbsége legyen, prioritása legyen, és akár áldozatot is hajlandó hozni az illető azért, ami neki olyan értékessé vált, amit meglátott, megértett. Ugye ez az az eset, amikor valaki, ugye én is ugye tartok előadásokat, meg sok emberrel találkoztam már az elmúlt évtizedekben, és vannak, akik rögtön elsőre nagyon lelkesek, de amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan ki is tud hunyni. És vannak emberek, akikben sokkal lassabban épül fel mindez, meg nem nyilvánítják ki, tehát nem tudható, nem látható, de nagyon sokszor ő bennük van igazán tartós és maradandó hatása mindannak, amit hallanak, és átformáló erőt is csak akkor tud gyakorolni idő múltával, az időt kell, hogy kapjon az ige. Ahogyan egy növény is ugye ki kell, hogy fejlődjön, nem úgy, mint az egyszerű történet, amikor a gyereket tanítja az apja, hogy hogy növekednek a magok, és akkor beteszik a cserépbe, és hát csak nem akar kinőni, és kinőni, és srác minden nap kiveszi, és megnézi, hogy nő-e már, mert türelmetlen. Hát úgy nem fog kinőni, várni kell. Idő kell neki. Ez volt a második talajtípus, nézzük a harmadikat, amely pedig a tövisek közé esett, ez az, aki hallja az ígét, de e világnak a gondja, a gazdagság csalárdsága elfojtja az ígét, és gyümölcsöt nem terem. Ugye azt mondhatjuk, hogy bocsánat, ez sem az út félre esett, tehát nem reménytelen, valamiféle talaja van, valamiféle reakció van, de azt mondja, hogy nem kap elég teret az ember életében ez a téma, van egy csomó más dolog, ami fontos neki, ezek úgymond világi dolgok, e földiek és mulandók, és ezek akkora szerepet játszanak az illető életében, hogy megrabolják a terméshez szükséges közektől, a növekedési potenciáltól, így is mondhatnánk, az evangéliumot abban az emberben, az megint csak a háttérbe szorul, és elfojtja, ugye nagyon érdekes az a kifejezés, hogy az élet egyéb dolgai elfojtják a léleknek ezt a szomjúságát, lásd hegyi beszéd, boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot. Erősebbnek bizonyul ennél a fajta éhségnél és szomjúságnál az, amit a világnak a gondjai és a gazdagság csalárdsága jelenthetnek az embernek. De azt is figyeljétek meg, hogyha már itt járunk, hogy Jézus rendszeresen azt mondja, hogy bennünket nem egy irányból fenyeget egyfajta elfolytatás, hogyha ennél a kifejezésnél maradunk, hanem azt mondja, hogy a gazdagság is jelentheti ilyen veszélyt, de a szegénység is. Nagyon érdekes, hogy a gondok és a gazdagság csalársága. Nem véletlen azt, hogy azt olvassuk a példabeszédek könyvében, hogy két dolgot ne adjon az Isten az embernek, gazdagságot meg szegénységet, mert ha gazdaggá lesz, felfúvalkodik és elfeledkezik az Istenről, ha meg szegényé lesz, esetleg lopásra adja a fejét, ott így fogalmaz, ugye ez egy ószövetségi bölcsesség. A lényeg az, hogyha úgy érzed, hogy
nem vagy gazdag, akkor nyugtasson meg az a tudat, hogy nem biztos, hogy jó céllá tenni a gazdagságot. Isten megadja embereknek, hívőknek is, Bibliában is van ilyen, Ábrahámot is látunk, Izsákot, de azoknak adja meg, akik jól tudják hordozni ezt a fajta, mondjam így, terhet, kihívás, csapdát, amit ez jelenteni tud. Ha meg úgy érzed, hogy szegény vagy, akkor javaslom, hogy nézzél körül, mert majdnem biztos vagyok benne, hogy mindnyájan tudunk találni nálunknál szegényebbeket a környezetünkben. Még azt nem mondom, hogy mit tegyél értük, az egy következő kérdés, de legalább zökkenj a helyedre, hogy vannak nálad szerencsétlenebb emberek is. Lehet ez anyagi, egzisztenciális jellegű, lehet ez egészségügyi vonatkozású, valamilyen handicappel való küzdködés, és nagyon sok minden. Javaslom, hogy légy elégedett a sorsoddal. Ez a legfőbb cél, és minden okod megvan rá, szerintem neked is. Ritka a kivétel. Megnéztük akkor a három lehetséges veszélyforrást, akkor így is mondhatnánk, hogy Jézus ezzel a példázattal azt akarta mondani, hogy vannak olyan emberek, akik eleve közönösek, és hiába hallják, nem jelent semmit a számukra az evangélium, és Sátának gondja van rá, hogy ne maradjon ott, és később se hajtson ki. Vannak, akik tudnak lelkesedni érte, de ez nem egy mélyen gyökerező, hanem egy felszínes kötődés. És vannak azok, akiknek az életében talán gyökeret ver, meg valamiféle növekedést is mutat, de más, több teret kapó, az érintett személy által fontosabbnak tartott dolgok közepette, ez elsorvad és elhal, és szintén nem nő ki, és nem végzi a munkáját az emberi lélekben. Hát ez egy nagyon szomorú, de szerencsére van egy negyedik állapot is, vagy egy negyedik, hát igen, lelki alkot, lelki állapot, amelyikről azt mondja, hogy amely pedig a jó földbe esett, tehát hogy tulajdonképpen a lélek talajáról van szó, azt talán értitek, az adott egyén lelki állapota egy talajformának felel meg. Azt mondja, hogy ez jó föld, nem köves, nem útszéle, nem nőnek rá más konkurens célok és törekvések ebből az életből, a világ életből. Jó földbe esett ez az, aki hallja és érti az ígét, tehát hajlandó meghallani, és még ráadásul érti is, aki gyümölcsöt is terem, ugye gyümölcsön általában azt érti a Biblia, hogy megváltozik az egyén élet a megtérés nyomán, gyümölcsöt terem az íge az emberen belül, illetve sokszorozódik, mert más embereket is Istenhez vezet. És valószínűleg erre utal a folytatás, hogy gyümölcsöt is terem némely 100 annyit, némely 60 annyit, némely pedig 30 annyit. Az is csúcs ebben a példázatban szerintem kijön, hogy annyira pontos, hogy azt mondja, hogy a megtérő emberek azok nem uniformizáltak, nem sablonosak. Azt mondja, hogy nem eltérő az, hogy milyen mértékű lesz az igének az áldása, a gyümölcse általa. Van, akinek százszoros, nyilván ezek ilyen viszonyszámok, vagy ilyen, hogy mondjam, tehát érzékeltetnek csak valamit. Van, akinek csak 60-szoros, van, akinek 30-szoros, de ugyanolyan fontos, ugyanolyan jó. A lényeg az, hogy terem. Hát ez a magvető példázata, és annak már a magyarázata. Ha eddig nem volt dolgot példázatokkal, most talán egy kicsit fogalmat kaptál arról, hogy hogy néz ki egy ilyen, és hogy tulajdonképpen ez az az üzenet, amit itt Jézus kifejt megfejtésként, amit elrejtett ebben a példázatban, hogy hát majd fokozatosan ráébred egyre-egyre az, aki hallotta abból a tömegből, hát az lenne, hogyha minden ember. Itt még egy dolgot hadd mondjak el, egyszer én erről beszélgettem hívőkörökben már vagy 30 éve szerintem, hogy az is egy jó kérdés, hogyha megértettük ezt az üzenetet, hát egy jó kérdés, hogyha feltesszük magunknak azt a kérdést, hogy mi melyik talajcsoportba tartozunk, te hova teszed magad a négy közül, ha téged tartósan érdekelnek ezek a témák, talán azért nézed ezt a mai alkalmat, vagy ezt a sorozatot is, akkor esélyes, hogy te a fogékonyabbak közé tartozol, tehát nem az első csoportba. Reméljük nem is a másodikba, hogy ez egy mulandó buzgalom lenne benned. Azt is reméljük, hogy nem a harmadikba, hogy igen, hát van egy őszinte törekvés, de azért egy csomó más dolog viszi a figyelmedet meg az idődet ehhez képest. De az igazi kérdés az azt szerintem, hogy az, hogy melyik talajtípusba tartozunk most, ha őszinték vagyunk, lehet, hogy nem a negyedikbe, hanem a második, harmadik, ki tudja melyikbe, ez egy determinált és örökös állapot, esetleg predesztinált, ugye múltkor mondtam, hogy tervezek egy témát, majd ez is eljön, Júdás és a predesztináció. Vagy elmondhatjuk azt, hogy az életünk során a lelki beállítódásunk, az Isten és az evangélium iránti fogékonyságunk tud változni, magyarul, hogy van átjárás a talajtípusok között. Tehát lehet, hogy nem jó, de kapok egy újabb, nem jó a hozzáállásom, a viszonyulásom, de kapok egy újabb esélyt, ér egy olyan impulzus, sokszor negatív, egy megrázkódtatás,
amitől jobban odafordulok az örökkévaló dolgok felé, és lehet, hogy nem negyedik talajként kezdtem az életemet, de idővel azzá válok, és ez végbe mehet az életemben. Nem mernék erre válaszolni, de én inkább arra hajlok, hogy ez változhat. Ha gondoljátok, ti is megoszthatjátok velem azt, hogy ti hogyan gondolkoztok erről itt a megjegyzésekben.